Uram, az új pilóta hamarosan dokkol. Rendben, menjünk és készüljünk fel a fogadására. Rendben, uram. De még mielőtt ide betenni a lábát az új pilóta, figyelmeztetni szeretném, hogy nos, akit küldtek nekünk a szállítmányozási cégtől, hát az egy senkiházi ember. Én nagyon erősködtem, hogy ne őt küldjék, de sajnos az én szavam itt nem volt döntő. Úgyhogy igen, megvannak a sérelmeim ezzel az emberrel kapcsolatban. Uram, de hisz ketten vagyunk a hajón. Túlerőben vagyunk vele szembe. Nem hiszem, hogy bármi lesz, de jobb félni, mint megijedni. Csak gondoltam, jobb, ha tud róla. Menjünk. Üdvözöljük a fedélzeten! Szevasztok! Mi van, tesókáim? Megjöttem! Hú, hallott kapitány, de rég láttalak! Mi van vele? Kicsit vissza az arcodból, jó? Na jó van, na tesó, mi van veled? Hát itt én vagyok ám a pilóta. Hallott kapitány, mutasd már meg nekem, milyen szajré van itt. Miből élünk? Jól van. Na, eligazítás. Szóval, a szállítmányozási RT hajói közül az egyik legnagyobb az, amin most jelenleg állunk. Háromfős legénységet kényelmesen elbír, de akár négyet is. A szállítmány, amit szállítunk a naprendszer külső peremeire, nem más, mint fűszer a gyarmatokra. Szóval most jelenleg a csillagkapu felé haladunk, hogy csillagugrást tudjunk végrehajtani, hogy gyorsabban elérjünk A pontból B pontba, de ezt már biztosan tudja, mert maga olyan okos. Szóval szerintem ne húzzuk tovább az időt, dologra. Na nézzük, mit tud ez a hajó. Igen, kormánylapátok rendben, a fúvókák is tiszták, ez akkor meg mire jó. Ú, ne, de bóvli minden itt, hát nem szétesik. Kérem, ne rongálja a hajót. Jó van, na. Azt tegye vissza. Szeteszem. Úgy. Dave, helyzetjelentést kérek. Uram, a radarok aktívak, a meteor szenzor szintén aktív és jól működik, a rakéták 100%-os kapacitással rendelkeznek és kifogástalanul működnek, úgyhogy uram, kijelentem, hogy készen állunk a csillagugrásra. Rendben, uraim, kérem értesítsenek, hogyha közel kerülünk az ugrásponthoz. Addig visszavonulok. Igen, hogyha számításaim nem csalnak, már pedig miért csalnának, akkor hát úgy fél órán belül elérjük az ugráspontot. Hallod, te meg mit nézel? Szakmunkás bajszodat szedd már le, kibe ki a szemed, nem? Na, ide figyelj te! Te senki ázi! Ha még egyszer ilyen hangnemben beszélsz velem, szíjat hasítok a hátadon! Én osztályelsőként végeztem a szállítmányozási szakegyetemen. Végse vagy kapitány, hallod? Borotvát ne adjak! Hallod, haver, maradjál magadnak, mert mindjárt durrantak egy akkora füles, hogy kiszállsz a hajóból. Na mindegy, megyek és nem is törődök veled, mert úgyis még át kell néznem a raktárat. Ha már arra mész a fürdő, úgyis útbe esik, megborotválkozhatnál. Ó, Dave, de jó, hogy itt talállak. Pont akartam szólni, hogy át kéne nézni a fűszereket. Uram, beszélnünk kellene ezzel a pilótával. Miért? Mi a baj vele? Ő egy tirpák ember. Hát, az meg lehet, de figyeljen ide. Én sem akarom őt a hajóra. Tudnia kell, hogy 2 évet lehúzott a Neptunusz fogdába irathamisítás vétkével. De sajnos a törvény megkívánja, hogy munkát kell adni neki, miután letöltötte a büntetését. De majd szemmel tartjuk. Értem, uram. Rendben. Halló? Halló? Be van ez kapcsolva? Halló, szóval az a helyzet... Na, működik ez, vesz? Ja, igen, oké. Okay. Szóval igen, az van, hogy elértük az ugráspontot, szóval tök jó lenne, hogyha ide tolnák a csupasz pofiukat. Na, menjünk. Szemmel tartom, ne aggódjon. Szóval? Hát, 10 perc van még vissza az ugráspontig, kapitánykoma.
Na mi van, te nem borotválkoztál? Rendben, akkor készüljünk fel az áthaladásra. Oké, akkor most megközelítem a kaput. Ugrásra felkészülni. 3, 2, 1! Kapitány, baj van! Kizuhantunk a hipertérből! Igen, látom én is! Mi történt, Bence, jelentést? Én nem tudom, hát én nem csináltam semmit! Épp ez a baj, maga eszetlen! Ide figyeljen! Tisztában vagyok azzal, hogy én milyen ember! Nem pilótának való! Mit tervez ellenünk? Hát én nem csináltam semmit, hát mi értelme lenne? Hát gondolkozz! Hát ember, én is itt vagyok a hajón! Uraim, elég legyen az egymás marakodásából! Komoly vészhelyzettel nézünk szembe, és úgy látom, hogy egyikünk sem tettes. Szóval csak egy magyarázat lehet, űrbanditák. Oké, uraim, mindenki nyugodjon meg! Bence, gyerünk, kitérő manőver! Dave, te pedig izzítsad a fegyvereket! Igen, szedjük le ezt a kis kalózt! Nézzük, mit tud a kis aranyos! Ember, nem tudja úgy irányítani a hajót, hogy véletlenül is tudjam szedni őket? Bajszottól nem látod, okos gyerek! Oké, Bence, repülj át felette! Dave, te pedig amikor meglátod a fenekét, akkor rögtön tüzelj! Gyerünk! A fenébe! Elvétettem! De nézd a kancsalt! Semmi gond, Dave, megpróbálod még egyszer! Gyerünk, Bence! Pörög, forog, dugó, húzó! Bármi, amit csak kitelik tőled! Dave, te pedig tüzelj! Rajta vagyok! Nagyon kicsi az a nyavajás, de most elkapjuk! Figyelj! Most! Ez az! Teli találat! Hú! Ez az! Na jó, srácok, még nincsen vége a munkának. Befogó nyalábot aktiválni, Dave. Te, Bence, te pedig repülj felé. Uram, az objektum a fedélzeten. Dave, zárd le a zsiripajtót. Nehogy be tudjon nekem jönni a fedélzetre. Az ajtó lezárva, uram. Rendben, most pedig menjünk és fegyverkezzünk fel. El kell látnunk a baját. Rendben, uraim, akkor mondom a tervet. Szóval, ti meg ne merjetek szólalni, majd én beszélek, különösen ez rád vonatkozik, Bence, rendben? Én nem akartam megszólalni, de hát hogyha most ott van ő, akkor most mit tudok vele csinálni? Jó, cssss, nyugi. Szóval, tartsd a szád, menjünk. Szóval, te bandita, te miért támadtál meg minket? Nekem csak a fűszeretekkel kölyök. Ti nem érdekeltek. Mi az, hogy csak a fűszer kell neki? Hát, és velünk mi lesz? Most Bence. Már nem azért, de engem azért Bence. Csak megírni meg. Csend legyen. Na jó, van, Bence, légy szíves, Dave, kísérd légy szíves a hídra. Nem kell, hogy itt beleszóljon a dolgokba. Rendben. Nem is csináltam pedig. Semmi. Megmondtam, nyomatékosan megmondtam, hogy ne beszéljél bele, mikor éppen a elkapott banditával beszélek. Gyere, menjünk. Jó van, akkor beszélgessetek. Nehogy elkísérjél, tudok én magamtól is menni. Tudod mit, azért kísérd, de... Jó. Szóval te bandita, vannak fegyvereid? Felrobbantottátok a hajómat, mégis hogy volna, szerinted? Rendben, akkor gyere ki. De semmi hátsó szándék, töltve van a pisztolyom. Gyere ki, és elbeszélgetünk egy kicsit. Előre, tovább, gyerünk. Komolyan mondom, ezt nem hiszem el, hát ott van az a bandita, és még csak meg sem mondhatom neki a magamét. Ember, a kapitány azt mondta, hogy ne beszélj, akkor miért beszélsz bele? Jó van, akkor irányítok tovább, de most
több napba fog telni, mire találok ismét egy ugráspontot. Rendben. Én addig megnézem, hogy a kapitány hogyan volt ebből a banditával. Ki vele? Kinek dolgozol? És vedd már le ezt az idióta sisakot a fejedről! Nem dolgozom senkinek. Egyéni vállalkozásban nyomom ezt az egészet. Na, kapitány, hogy hallod a kikérdezéssel? Aj, nem jól, nem jól, egyáltalán nem jól. Nem mond semmit. Na, majd én átveszem. Gyerünk. Kinek akartad elpasszolni a cuccot? Beszélj, ember, mert különben... Na, különben. Várj, kapitány, nem üthetek meg egy lányt. Na, végre találtam valamit. De az... az nem is egy ugráspont. Az ott egy pályrót a csatahajó. De hát azok már régen eltűntek. Hú, mennyi szajri lehet rajta. Szólok is a kapitánynak. Akkor ne üsd meg, csak mondjuk kicsit pofozd meg az arcocskáját. Á, de kapitány, akkor üsd meg te egy nőt. Halló? Pofozd meg te egy nőt. Halló? Mi? Hall valaki? Halló, be van ez kapcsolva? Ja, hát azok nem is tudnak. Ja, oké, okay, halló, nem tudnak válaszolni. Halló? Igen, szóval az van, hogy hát én itt találtam valamit, és lehet, hogy ide kéne jönni. Jó, rendben, akkor most kihallgatás egy időre elnapolva. Gyerünk, lóduljál, mész te is a hídra, gyerünk, nem erre, arra, úgy bizony, végig, itt jobbra fordulunk, és aztán balra. Oda nézzetek, mit találtam, egy régi pályrót a csatahajó. Egy pályrót a csatahajó. És mi az a pályrót a csatahajó? Micsoda? De hát kiártad az iskolát, Dave. A pályróták azok több ezer évvel ezelőtt éltek, szerte a galaxisban, viszont egy bizonyos idő után nyomuk veszett. Fogalmam sincs, hogy hogyan. Igazából senki se tudja, már csak ehhez hasonló roncsok keringenek szerte széllyel az univerzumban. Úristen, ezek a balfékeket, ezeket olyan könnyű ki lehet játszani, hogy az már nevetséges. Csak nem fogom megíteni egy pályróta csatahajót. Na. Te figyelj ide, bajusz betyár! Az egy dolog, hogy nem tudod, mik a pályróták, de az, hogy nem vetted észre, amikor lelépett a bandita, hát az már több a soknál. Lelépett a bandita? Miért nem szólt nekem erről? Hát, olyan érdekes volt a történet a pályrótákról. Gyorsan menjünk is, kapjuk el! Na. Elsősorban a mi feladatunk az, hogy célba juttassuk a fűszereket. De kapitány, hogyha logikusan belegondol a dolgokba, és hagyjuk, hogy átmenjen arra a hajóra, akkor segítséget fog hívni a többi banditától, és akkor velük is problémánk lesz. Hát mondjuk ez tényleg megfondolandó. Akkor menjünk! Na nézzük, milyen értékes holmik vannak ezen a hajón. Rendben, srácok! Legyetek nagyon óvatosak és körültekintőek! Veszélyesek ezek a pályróták! Hát, én azt hallottam róluk, hogy elharapják a gigádat, aztán fejre fordítanak és kivéreztetnek, majd keresztben lenyelnek. De igazából, hogyha olyan erősek, fejlettek és agresszívak voltak, akkor most mi lehet velük? Hát, nagyon rég kipusztultak. De senki sem tudja, hogy igazából miért is. De nekünk most ez nem számít. Menjünk és kapjuk el ezt a banditát. Menjünk te sokáig. Oké, szerintem itt már levehetjük a sisakokat. És kapitány, hol kezdjük a keresést? Hát, csak egy irányba tudunk menni, úgyhogy arra haladjunk. Amúgy is meg kéne találnunk a kapitányi fülkét. Hát, ha aktívak még a kamerák. Rendben. Menjünk. Érdekes ez a hajó, és nagyon furcsa. Ez nagyon ijesztő egyébként. De büdös van itt. Ó, szerintem valószínűleg ez lesz a kapitányi fülke, nem? Csak ugyan. Ah! Ah!
Dave! Hova lettetek? Mi az Isten történik? Futás! Isten, mert te idióta valami! Állj meg! Nem megyek sehova a legénységem nélkül! És különben is te pedig a foglyunk vagy, úgyhogy te sem és sehova! Ki van zárva! De tudod mit? Ha segítesz nekem megtalálni a legénységemet, akkor hajlandó leszek eltekinteni attól, hogy megtámadtál bennünket. Am legyen. De nem vállalok felelősséget senkiért, és amint meglátom a lehetőséget, hogy leléphetek, meg is teszem. Rendben van. Akkor menjünk. Csak te utánad. Jussunk be a kapitányi fülkébe. Úristen, hol vagyok? Mi ez a hely? Jézusom! Bajszos! Bajszos, te vagy az? Bence, te vagy az? Igen, én vagyok. És be vagyok ragadva valamiben, és nem tudok kijönni. Fú, hallod? Most, hogy így mondod, én is nagyon ragaszkodok ám ehhez a falhoz. De mégis mi kapott el minket? Fogalmam sincs, de várj, hallok valamit. Bence, ezek lépések! Lépéseket hallok! Mit látsz? Látsz valamit egyáltalán? Zöld színű, és úristen, Bence, ez nagyon ronda! Ilyen sáskaszerű vagy valami. Hú, de nagyon csúnya, Bence! Hallod, ne nézd már a szemébe, lelkővé válsz! Úristen! Bence, itt van! Úristen! És nagyon rossz szaga ennek az ének, és rettenetesen ostoba a feje! Úristen! Úristen, bajszos, menekülj! Ja, nem tudsz, mert ide vagy ragadva. Na mindegy, akkor csukd be a szemed! Úristen! Hú, bajszos, várjál! Van egy ötletem! Megpróbálok kiszabadulni, elveszem a szkafandert! Az ilyen hajókon annyiféle értékes dolog lehet, amiért az emberek a fekete piacon ölik egymást. Az meg lehet. Viszont úgy látom, hogy elértünk az irányító központhoz. Valószínűleg, hogy ez nyithatja itt ki a kapitányi fülkét. Hát igen. Nézzük meg. Figyelj, az lehet, hogy ölnének érte az emberek, ami itt van, de te innen nem vihetsz el semmit. Eltűnt a legénységem, és fogalmam sincs, hogy hol vannak. Bence, úristen, segíts! Kérlek, segíts! Siess, gyorsan! Ez ízé meg akar enni! Bence! Sietek! Tudod, még olyat is hallottam, hogy ilyen mindenféle biológiai fegyvereket készítettek meg, egyebeket. Igen, híresek érdekes voltak a fegyvereikről. Viszont itt a komputer. Na, nézzük csak, hogy miben mesterkedtek itt. Videó napló 1. A lényt befogtuk és tanulmányozzuk. Videó napló 11. A lény tojásokkal szaporodik. A tojások kifejezetten jók, rántottának. Videó napló 18. A szörny agresszívan reagál, hogyha a tojásaiból rántottát készítenek. A szörny elszökött! Valószínűleg nem tetszett neki, hogy rántottát csináltunk a tojásaiból. Pedig kifejezetten finom volt. Ne! Ne! Aha! Na ezt neked, te szörny! Ajaj, szerintem ez engem akkor, tesó? Úristen, ajaj. Bence, fuss, rohanj! Nem maradhatok itt! Meg fog enni, hogy itt van a dolog! Úristen! Majdnem megvan! Még egy kicsit! Ez az! Ki fogok jutni! Jövök már, Bence! Génmanipulált szuperfegyver lehet. Gondolj bele, hogy az a szörny még a mai napig itt ólálkodik a hajón. Jaj, ne már. Segítség! Bence! Bence! Engem akar! Megyek, segítek! 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 Bence! Miért pont az én csupasz testem kell? Segíts! Oké, segítek! Úristen, mit történik ezen az istenverte hajón? Gyorsan, mit csináljuk? Ez itt mi? Itt egy könyv. Gyorsan. Vigyázz, Bence, van benne kábító lövedék, rálövök! Okay. Ó, ez az király, hogy tesó, azt hiszem elkábult. Oké, gyere, gyorsan, siess onnan, gyere! Azt hiszem, bekönnyeztem. Rajtad miért nincsen ruha? Hát ez hosszú tör, úristen.
David mindig nincs meg. Nincs meg kell keresnünk. Oké, keressük meg David. Gyorsan. Meg neked egy ruhát. Micsoda? Hogy ez a szörny, ez nem is... Dave! De jó, hogy megvagy! Bence! De jó, hogy látlak titeket! Kapitány! Figyelj! Találtam egy könyvet, amiben valami nagyon-nagyon fontos információ van. Figyelj! Nem érdekes, hogy mi áll abban a könyvben. Legalábbis de... most nem! Figyelj, az elsődleges feladat, hogy elhagyjuk ezt az istenverte hajót, amilyen gyorsan csak tudjuk. Vegyétek fel a sisakotokat, én már felvettem, és menjünk gyorsan! Majd a fedélzeten elmondod. Rendben, kapitány. Menjünk, mielőtt még a pandita elvinné a mi hajónkat, srácok. Készen álltok? Persze, de hallott a kapitány tesó? Mi az? Mint hogyha itt a szörny az így szó szerint eltaknyolt volna, nem? Jó, de menjünk, sietnünk kell. Biztos itt van még valahol. Hát, jó. Fú, na, vigyük el ezt a hajót a fűszerekkel együtt. Na várjál, na hogyan is kell irányítani azt a kóceráit? Oké, még nem vitte el a hajónkat. Hát, még szerencsé, hogy nem tudja vezetni ezt a tragacsot az a mafla. Megállni! Állj! Ezt a hajót nem fogod csak úgy elvinni. A szörny! Hátra! Mindenki hátra! Látok, várjatok! Dave, mit csinálsz? Normális vagy? Várjatok. A fontos dolog, kapitány, amire nem hagyott időt, hogy elmondjam. Az, hogy a szörny növényevő. Hogy micsoda? De hát nem lehet növényevő, hát rátok támadt. Majdnem megölte szegény Bencét. Vagy... Várjunk csak. Vajon miért követhetett? Nem én voltam! Az anyámot! Ez a tojás, az nagyon értékes! El kell adnom! Inkább elkötöm a csatahajót! Engem nem lehet csak úgy legyőzni! Én vagyok Kitty, a szuper kalóz! Hát, szerintem ezt nem fogja túlélni. Öt petákot a sáskára. Na jó van, mindenki a helyére, folytassuk azt, amiért igazából ide küldtek minket, a szállítmányozást. Induljunk. Végül.